Engem itt úgy hívnak a faluba, hogy Bandi. Nálunk lehet az, hogy mondjuk az építészeti főhatóság a városból kijön, azt ellenőriz, de akkor sem mondják meg nekünk, hogy építünk egy disznólat vagy nem. Tehát én végül is tudom azt, hogy mi a kőműves munka. Innen következik az, hogy van fogalmam a tűzfalról. Gyulához járok le kávézni, ilyen kis pozdorja lemezből Kis Krisztust is csinált. És a Gyula megmondta nekem, mert én eddig azt hittem, hogy a tűzfal az az, ami az utcára kinéz a házazt, annak az egyenes fala van, hogy ez belőle volt a kéménynél. Tehát én még egyszer mondom, tudom, hogy ez egy védelem. A falusi ember is ember. A polgármester úr most bevezette a szennyvizet a faluba. Tehát nekünk vannak nagy erőlépéseink, és a plébános úr is végül is nagyon rendes ember, mert ő az informatikus. Én tudom azt, hogy hogyan működik az elektronika. Tehát én tudom, hogy mi az a számítógép. A kábel meg lett véve, bekötött a szerelő, a kábel jó volt, falun van, bele meg nyest. A nyest az úgy van, hogy olyan fél 11 tájékán megy, fölmegy a falon, fölmegy a tetőn, azt átmegy. Nálunk az M7-es, a nyesteknek az úgy van, hogy az én tetőszélemen megy el a csatornánál, ahol van egy USB fal. Nekem ott ment le a kábel. Onnan tudom, hogy a kábellal semmi baj nem volt, hogy a nyest nem rágta el, sőt, tudott rajta kapaszkodni, és ha most megnézzük, akkor most sincs nyest nyom a kábelen, tehát onnan tudom, hogy a kábellel semmi baj nem lett. Egyszer csak a gép nem úgy kezdett el viselkedni. És akkor, amikor lementem a Klasztom Kocsmába, mert ott is úgy van, hogy kávézunk, és a kávézás azért nagyon fontos, mert nekünk az informatikai rendszerünk a Klasztom Kocsma. Ott mondja nekem a Dezső az a Kaposlajosnak a haverja, ő is ivott amúgy, de most már nem iszik meg, már Videótonba jár dolgozni, hogy ő szerinte az a probléma, hogy nekem nincs tűzfalam. Na most nekem 120 éves házam van, nálunk terméskőben van az összes ház, mivel én csináltam a szigetelést a padláson, én mondtam neki, hogy van tűzfal, de azt mondta, hogy én nem értem, hogy ő mit mond. Ki is mondta nekem azt a szót, hogy az én kábeles rendszerem vírusos. Na most én tudom, hogy mi az, hogy vírus, mert nálunk ugye falun van olyan influenzás megbetegedés, mert hogy ugye mi az északi szeles átjárós hely vagyunk, és mi szaunázunk, mert dobkályhából egy ilyen olajkályhából átalakítottunk egy fatoszéleses kályhával, úgyhogy nekünk, mert pálinkát szoktunk ráönteni, mert a légzés gyorsítja, azon a dróton bejön a vírus. Akkor nekem ez egy kis problémát jelentett, és mondták, hogy vennem kell oda egy olyan szerkezetet, ami megvédi az én gépemet, mert az én gépembe azon a dróton jönnek be ezek a micimackók.